Az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Új rendezvénysorozatot indított a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum, melyen a nagy közönség megismerheti a múzeum gyűjteményének egy-egy reprezentatív tárgyát. Februárban a hónap tárgya egy 1884-ből származó táncrend volt, amelyet Jósvai Dániel gyűjteménykezelő mutatott be. Ehhez kapcsolódott egy előadás is, amelyben Schweitzer Tamás koreográfus beszélt a 19. századi bálokról, az etiketről, a báli divatról. Ez a pici könyvecske volt februárban a hónap tárgya a Kazinczy Ferenc Múzeumban. A 19. századi bálokban nagy jelentősége volt a táncrendeknek, hiszen a füzetben jegyezték a hölgyek és urak esti programjukat, azaz, hogy melyik táncot kivel fogják járni. A múzeumban bemutatott darab egy 1884-ben rendezett orvosbál táncrendje. Ez még a tömegtermelés előtti időkből származó műtárgydarabról beszélünk, amikor igényes kivitelezésben, igényes anyagokból igazából hozták össze és gyártották le az ilyen tárgyakat. Ez a mai délutánunk táncrendjére is igaz, ahol igazából bársonyt, rezet, ezüstöt, és egy ilyen kis 6x7 cm-es tárgyban viaszpecsétet is megjelentettek. Tehát igazából az anyagok sokszínűsége mind-mind egy igényes korba repít minket vissza. Egy 1884-ben, pontosan február 5-én rendezett gyógyszerész bál táncrendjét mutatjuk be, ami a múzeumunk tulajdonában van. Tisztibálok, gyógyszerészbálok, jogászbálok voltak, és ez mind-mind a báloknak az egyediségét és az arculatát tükrözte. Úgyhogy maga a bálok sokszínűsége jelentkezik ezekben a táncrendekben is. Monogrammokkal, védjegyekkel és kis képekkel, pecsétekkel, ilyesmikkel dolgoztak és úgymond mahináltak abban az időben. Úgyhogy ezeket változtatgatták. És persze az anyagok minősége, tehát a bőrtől a bársonyig aranyozott, ezüstözött dolgokat vetettek be, úgyhogy sok minden, széles volt a paletta. 14. Lajos korától számítjuk a mai értelemben vett bálozási szokások elterjedését. A bécsi udvar a 18. század közepén nálunk is bevezette a farsangi nyilvános bálozást. Kezdetben ezek kifejezetten zárt körű rendezvények voltak. A különböző társadalmi osztályok, egyesületek, mesterségek és magánemberek saját báljaikba csak a közéjük tartozókat hívták meg. A bálok egyben a társadalmi érintkezés szinterei is voltak. A bálok, az rendezvények voltak azok, amelyeken a fiatal urak kiszemelték a hölgyeket, hölgyek a legyező mögül ki tudtak lesni, és kiszemelték a fiatal urakat, és így kapcsolatok szövődhettek, illetve a családok bemutathatták az ifjaikat egymásnak, és hát tulajdonképpen egy párválasztást megelőző ceremónia volt, nekem az, hogy bálozunk. Na most, hogy kiknek először, általában a kiváltságos rétegeknek, tehát a nemes udvaroknak, ugye 14. Lajostól indulnak a bálok francia honból, de természetesen a 18-19. Században Magyarországon is meghonosult, és először az uralkodó osztály, majd később pedig a különböző egyletekben, illetve szakmákhoz kötődő bálok ugyanúgy fellelhetők voltak a palettán, tehát jogászoktól kezdve különböző sportegyesületek, tehát sokan tartottak bálokat, rendezvényeket. Tehát már utána később a polgári lakosság is átvette ezeket a szokásokat. Nagyon sokféle viselet és viselkedés forma volt előírva. Az sem volt mindegy, hogy milyen korú az illető, tehát korosztályonként is meg volt az, hogy kinek mit volt szabadott és mit nem. Tehát egy hajadon lánynak nem volt ugyanaz szabad, mint már egy féres asszonynak, vagy az idősebb hölgynek. Ez nem csak a viselkedésben, hanem színben is megjelent, ruháknak a fazonyában, formájában, dekoltázs, egy hajék, egy ékszerezés sem volt mindegy, hogy ki miért visel.
Természetesen ez is a pénztárcához mérten volt. A viselkedés szabályok pedig hát íratlan szabályok mindvégig, bár akkoriban azért lányokat, fiatalokat erre tanították, sőt feljegyzéseket is kaptak erre vonatkozólag. A férjezetlen lányok önmaguktól nem is mehettek a bálba, tehát mindenképpen gárdadám kísérte őket, és szigorú szemek követték minden egyes mozdulatukat. A fiúknak már könnyebb volt az ilyenfajta megjelenés a bálban, tehát ők csoportosban szemelgették a hölgyeket, de a fiatal embernek sem volt szabad minden esetben a hölgyeket felkérni táncra, aminek meg volt a maga rendje. Akkoriban úgy is hívtok, hogy táncrend, ez egy kis füzetecske volt a hölgynek, megadták a bálban előre, hogy milyen fajta zenék lesznek, milyen fajta táncokat kell majd táncolni, és ezekben a táncrendekben a fiatal emberek feliratkozhattak. Tehát így mehetett csak az ismerkedés, és az a fiatal ember azt a táncot azzal a hölgyel volt köteles eljárni, utána pedig vissza kellett kísérni a helyére, következőnek átadni. Tehát nyilván egy fiatal ember így több hölgynek is a táncrendjébe feliratkozhatott. Ez egy nagyon fontos etikett szabály volt. A ruhaszínében a fiatal lányoknak az első pályázatok a fehér volt például kötelező. Az idősebb hölgyeknek már a barna, a bordó, a sötétebb színek. A fiatalabb asszonyoknak lehetettek a élénkebb színeket lehetett használni. Kivágott dekoltázs nem volt való, tehát nem igazán volt való. Ékszerezettségben is a fiatal lányoknak nem volt illő túl sok egy diadém, egy fülbe való. Idősebb hölgyeknek már meg volt engedett az értékesebb ékszernek a viselése. A legyezőknek a kezelése is megszabott volt, tehát úgy kellett ezt nekik megtanulniuk már odahaza, akinek volt rá pénze, ceremónia mesterrel, vagy táncmesterrel, illemtanárral tanulta, aki nem, az szépen hozta a családi hagyományait, és úgy tanulták meg a páró fiúra, ez a családról a családra. Illette egy lánynak visszautasítani egy férfi közeledését a táncrendben? A táncrendben nem, és ez manapság is így van. Tehát igazából, ha a fiatalember az etiketnek megfelelően jár el, akár az akkoriban, akár a mostaniban, akkor nem illik kosarat adni a hölgynek, hanem igenis, akkor arra az egy, de csak arra az egy táncra, amelyre fölkérték, el kell menni a fiatalembe táncolni, utána meg lehet köszönni a táncot, meg lehet kérni, hogy kísérje vissza a helyére, vagy vissza a családhoz, az asztaltársasághoz. Ez nagyon fontos, ez ma is így van, így illő. Az évek múlásával változtak-e a bálok hagyományai? Igazából a rangos bálok hagyományai, én azt gondolom, nem változtak. Nekem még nem volt szerencsém operabálba elmenni, de volt már szerencsém azért ahol bálban részt venni, ahol az öltözék is a hölgyek részéről megfelelő volt, a férfiak részéről is megfelelő volt. Nem mindjárt dobtuk le az akót, hanem azt hiába izzadt az ember, akkor is magán kellett, hogy tartsa a nyakkendőt úgy szintén, tehát nem így az első fél órában szabadulunk meg a ruhadarabjainktól. Hölgyeknek is hosszú ruha volt illő, tehát nem igazán koktélruha való egy bálba, tehát rövid, hanem inkább térd alatt, vagy térd boka felérő, tehát hosszú ruha való egy báli alkalomra. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy talán nem változtak annyira, hanem próbáljuk visszanyúlni inkább a múlt felé, és próbáljuk megtartani, hisz ezek mindig egyfajta tartás kölcsön, ez az adott bálozó rétegnek, vagy polgári rétegnek, aki ezt megpróbálja feleveníteni ezeket a hagyományokat. Meddig élték az igazi nagy bálok a fénykorukat? Háború ideig, hiszen a 19. század volt igazából az a korszak, amely a nagy békeidő, tehát azok a boldog békeidők, hogy így mondjam, azok voltak azok, amik igazából a báloknak kedveztek. Hát nyilván a háború után Magyarországon teljesen más társadalom kezdett kialakulni, és ennek nem volt aztán igazából keletje, kispolgári csökevénye tartották magán az, hogy valaki egy fiatalember tánciskolába járjon, táncolni megtanuljon. Szerintem a rendszerváltás után kezdődött ez igazából ismét, hogy a 90-es évek környékéről, amikor igenis megint felszaporodtak ezek a bálok, az embernek erre jobban volt igénye. Pontosabban bálok voltak, csak ennek a fajta etiketnek a visszahozása. Akkoriban jelentek meg szakkönyvek is, egyre több kezdték tanítani is főiskolákon, egyetemeken, a megfelelő szakokon.
magát az etikettet és a protokollt, hisz nagyon fontos volt maga a protokoll nem csak a báli szezonban, a báli bálózók között, hanem igen, állami szinten is nagyon fontos volt, hogy bizony Magyarország és egy külföldi fogadás alkalmával ne égjen le. Hát ma már ezt már szakemberek csúcsra illetve végzik. A táncrend mellett a báli szezonhoz kötődő kiegészítőket, tárgyakat is bemutat a múzeum, melyek többsége a sárospataki református gyűjtemény tulajdonában van. Európa első ágyúöntő bemutató terme nyílik meg a nyáron Sárospatakon. Az uniós támogatással megvalósuló beruházást 6 évig tartó régészeti munka előzte meg. A Rákóczi vár angol kertjében fellelt, több helyiségből álló, egykori műhelykomplexum feltárásakor előkerült a szinte teljesen ép, nagyméretű bronzolvasztó lángkemence és a hozzátartozó tüzelőtér is. Ez pedig nem csak ipartörténeti, hanem technika és hadászattörténeti érdekességnek is számít, hangzott el azon az előadássorozaton, amelyen az érdeklődők hallhattak az ásatásról, a restaurálásról és a jelenleg is zajló építkezésről, amelynek befejeztével egy új, modern, interaktív, kuriózumnak számító kiállítótérrel gazdagodik a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. Első Rákóczi György sárospataki ágyúöntő műhelyében egyes források szerint több tucatnyi bronzágyú és 10 harang készült 1631 és 1648 között. Ahogy a 6 éven keresztül tartó feltárás során gyűltek a leletek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ez nem egy hagyományos ásatás. A technikatörténet emlékei olyan részletességgel kerültek elő, amelyek kiválóan rekonstruálhatók és bemutathatók. Európában nem is találtak ehhez hasonló jó állapotú ágyúöntő műhelyt. Én nem tudok ilyenről, nagyon sok ábrázolás, leírás maradt meg európai ágyöntő műhelyekre, a működésükről, de a fizikai valóságában nem ismerünk ilyet, tehát a régészeti kontextusban sem tártak föl. De az a szerencsés helyzet, hogy a területen nem épült be, míg a városi öntőműhelyek, például a gyulafehérvári öntőműhely, mi szintén első Rákóczi György közkötető, a vár területén volt, átépítették, később beépítették, tehát nehezen is hozzáférhető. Itt viszont ugye az angol park alatt kerültek elő ennek a maradványai. Jól értelmezhető állapotban, ez a szerencsés helyzet vezetett oda tulajdonképpen, hogy próbálkozhatunk itt ennek a bemutatásával is. Érdekes a tekintetben, hogy egy viszonylag ritka épülettípussal van dolgunk. Ugye maga az ágyöntés egy olyan költségigényes tevékenység volt, amit a középkorban csak az uralkodók, meg a nagyobb fejedelmek és egy-két kiváltságolt város tudott magának megengedni. Tehát egy ritka építmény, aminek a létezéséről itt Sárospatakon nagyon sok régi leírás forrás maradt meg. Tehát kiváló forrásadottságokkal van ellátva ez a dolog. A régészeti feltárás során pedig kiderült, hogy rengeteg tárgyasult emlék is megmaradt a föld alatt, ami jól illeszkedik ezekhez a történeti forrásokhoz. Egy nagyon összetett folyamat eredményeképpen született meg a kora újkori bronzágyú, nagy szakértelmet igényelt az elkészítése, specializált munkafázisai voltak, nagyon messziről hozták a nyersanyagot, és Sárospatakra például a rezet az Beszterceványából, az ont azt egészen Cornwallból, a Szigetországból, a téglákat is tudjuk, hogy Passauból. Egy nagyon összetett, összehangolt tevékenység volt, ez is izgalmas benne, és hát a modern kor szemüvegén nézve pedig hát több tudományág találkozása ez a kutatási téma, ugye technika történet, ipartörténet, kohászat, a hadászati témák kutatói is találnak benne kutatási tartalékot, tehát egy viszonylag összetett és izgalmas dolog. Hát, hogy mennyire lesz izgalmas ez a látogatóknak, azon múlik, hogy sikerül ezt bemutatni, láttatni. Én azt gondolom, hogy a adottságai jók ennek a témának, de most jön ez a szakasz, hogy ezt valóban át is tudjuk úgy adni, hogy itt ne csak szavakkal bizonygassuk, hogy ez milyen érdekes, hanem aki megnézi a kiállítást, ő is olyan úgy gondolja, hogy ezt valóban érdemes volt megnézni. Hát ennek a folyamat zajlik most már a fizikai valóságban is, az építkezéssel, illetve a kiállítási tervezéssel. Itt ugye nem klasszikus értelembe vett műkincsek kerültek elő, vagy ilyen szép tárgyak, műtárgyak, hanem inkább izgalmas, érdekes lehetek, amik az ágyöntés technológiájához sorolhatóak, öntőminták, öntőformák, a műhelyben használt szerszámok, például hibás ágyúcsövek, öntvények töredékét is megtaláltuk, ami ugye azért fontos, mert eredeti ágyút nem ismerünk ebből a első Rákóczi Györgykori műhelyből, ami fennmaradt volna. És hát igazából ezekből a kis töredékekből lehet jól rekonstruálni azt a folyamatot, ahogy megszületett az ágyú.
ágyú az agyag mintától egészen az öntvényig, és ezt próbáljuk majd a kiállításba részben interaktív módon, részben enteriőrökkel, részben pedig olyan multimédiás alkalmazásokon bemutatni, hogy ez jól értelmezhető legyen. Egy viszonylag összetett, bonyolult folyamatot szeretnénk úgy bemutatni, hogy bárki megértse, aki laikus ebben a témában. A romok konzerválása még a nagy tapasztalattal rendelkező szakembereknek is kihívást jelentett. El kell, hogy mondjam, hogy leginkább a látogatóktól kellett megvédeni a romot addig az időszakig, amíg ugye el nem kezdődött ennek a romnak a rekonstrukciója. Természetesen most is el van zárva a látogatók elől ez a terület, hiszen az az időszak, amíg ezt a területet lezártuk, annak megvolt az oka. Hiszen olyan körülmények voltak eddig a romban, hogy a látogatók nem jöhettek volna be. Csupán a kutatók számára voltak olyan lépcsők, vagy kis folyosó részek kialakítva, például ideiglenesen egy üveg lépcsőt kellett készíteni a tűztérnek az elpusztult lépcsői fölé, amin a kutatók ugye meg tudták nézni a részleteket, és a tervező meg tudta tervezni ezt a védőépületet. De a terület még a madaraktól is el volt zárva, mert nem szabad lett volna, hogy a madarak beköltözzenek például az elmúlt 4 évben, amíg le volt zárva ez a rész. Tulajdonképpen még mikrobiológiai fegyvert is bevetettünk annak érdekében, hogy a romokon ne telepedjen meg az zuzmó, a moha, vagy ha bekerül a szél által egy-egy mag, akkor az, ha ki is kell, az pusztuljon el, mert ezen a területen virágozzék és burjánozzon a növényzet, hiszen az károsítaná a romot. Ezt sikerült szerencsére a germicid lámpáknak az időszakos üzemeltetésével megoldani. Az ágyúöntő műhely köré egy modern épületet emelnek, ami egyrészt védi majd a rekonstruált romokat, másrészt lehetőséget nyújt arra, hogy a látogatók ne a szokásos múzeumi körülmények között ismerhessék meg az ágyúöntés titkait. Az, hogy a kora újkori ágyúöntő műhelyt egy modern épületbe kell elhelyezni, izgalmas feladatot jelentett az építésznek. Ez egy olyan munka, amitől az építésznek fülig ér a szája. Tehát ez egy egészen varázslatos dolog. Általában az emberek azt gondolják, hogy egy ilyen épületnek kívülről is szépnek kell lenni, és valahogy a történelmi formákat kell valahogy átmenni, de hát látni kell, hogy akárhogy szépítjük a dolgot, ez egy ipari épület volt 1640-ben is, a legcélszerűbb formákkal, minden cicoma nélkül. Az ágyú, az itt, ez a gyilkológép, az itt nagyon meg volt dolgozva, és művészi értékű alkotmány volt, de az épületek sprődek, célszerűek, és nem tudunk semmit róluk. Tehát megmaradtak az alapfalaink a földben. Ugyan vannak német és francia enciklopédiákból korabeli ábrázolások, de már őnáluk is teljesen más karakterrel. A közös nevező a célszerűség és a formalizmus mentesség. Majd, ha valaki jár ebben az épületben, akkor láthatja, hogy nagyon érdekes terek kapcsolódnak itt egymáshoz. A pince szintnek, a földszintnek a kapcsolata, a különböző technológiai műveleteknek az elkülönő tereivel, ezzel a hatalmas ácsozattal, amelyikre a csigasorok voltak rögzítve az ágyúcsövek mozgatásához. Ez belülről is egy igen gazdag térkapcsolatokat eredményez, de az interaktivitás főképpen a kiállítás feladata, és amennyire a kiállítási terveket ismerem, abból is lesz bőven. Tehát itt a filmvetítésről, a korabeli dokumentumoknak a bemutatásáról, érintőképernyőről, hangfelvételben rögzített vezetésről. Ez nyilván majd fejlődni fog idővel, de az igazi interaktivitás az maga a kiállítás feladata.
Az ágyúöntőműhely nem a hagyományos értelemben vett kiállítótér lesz. A hatalmas épületben ugyanis mindössze 3 vitrint helyeznek majd el. Az érdekességet, az interaktivitást más eszközökkel biztosítják majd. A készülő épületben lesz például egy 6,5 méter magas ácsolt, csigával felszerelt korhű gerenda szerkezet is. Ez mása annak a hatalmas fúróberendezésnek, amivel egykor az ágyúk furatait készítették. Ezt a munkafázist egyébként a múzeum látogatói ki is próbálhatják majd. Itt maguk az épület részletek élnek majd, és mutatják a technológiai folyamatot, illetve az a maga a nagy ácsolat, az ágyúfúró torony, ennek a szerkezete, és azok a jelenetek, amelyek tulajdonképpen embernagyságú babákkal munkafolyamatokat mutatnak be, tehát az ágyú technológiai előkészítésének folyamatát mutatják be, tehát ez már egy kicsit más, egy új, egy más szemlélet, de ugyanakkor folyamatosan hangsúlyozzuk azt, hogy minőség. Tehát igyekszünk minőséget teremteni, tehát azon a tudomány által, muzeológiai által meghatározott útról nem szeretnénk letérni, és bízunk benne, hogy ez a jövő útja. Tehát ez ad majd, adja meg annak az alapját, hogy hosszú távon számíthassunk erre a kiállításra. Természetesen gyermekprogramokkal, családi programokkal is készülünk, tehát úgy szeretnénk majd a mindennapi nyitvatartást megvalósítani, hogy akár családok is apukával a gyerekek felfedezhessék, értelmezhessék ezeket a maketteket, modelleket, nagy rekonstrukciókat. Ugyanakkor múzeumpedagógiai foglalkozás keretében kicsit intenzívebb, több információt nyújtó programokkal is készítünk, ahol végén a diákok majd, vagy akik részt vesznek ilyen programon, ágyú öntő mesteri oklevelet kaphatnak egy korabeli, itteni, itt dolgozott mester nevével fémjelezve, tehát valami kis huncut programokat szeretnénk belevinni, hogy élményszerűek. Komoly technikai háttere is készül, tehát a mai modern multimédia megjelenik, animációs film mutatja be a technológiai folyamatot, az épületet, illetve bemutatjuk majd egy gömbpanorámás film, tehát képsorozat révén a feltárás állapotát és a mostani állapotot, tehát a látogatók részesei lehetnek, hogy miből mit sikerült a régészet, az építészet, a restaurálás által létrehozni. A múzeum vezetése az ágyúöntőműhely felépítésével szeretné a Rákóczi vár reneszánsz kastély jellege mellett az erősség hadászati jelentőségét is megmutatni a látogatóknak. Abban bíznak, hogy az új kiállítótérrel érdemben növelhető majd a múzeum látogatóinak száma. Nagy sikerrel játszotta a Gergely Teáter társulata a Monamári Mosolya című zenés komédiát a Sátoraljaújhelyi Latabár Színházban. A francia szerzők tollából született darab a Szenes-Nádas szerzőpáros remek dalaival régóta nagy sikerrel szerepel a magyar színházak repertoárján. Bodrogi Gyula és Vojtági főszereplésével vált legendássá a közönség számára. A Sátoraljaújhelyi bemutatón Oszter Alexandra és Szabó Máté játszották a főszerepeket. Tisztelettel arra kérem, ne küldjön el, mert ha ez a vár a lelkét végét veszik el. Miként okozhat bonyodalmat egy még el sem készült festmény? Hogyan lesz a szobalányból akt? Ez a kérdés csupán a bonyodalom kezdete a Monamari című zenés komédiában. A kusza szerelmi szálak pikáns humorral fűszerezve egy egész estés felejthetetlen szórakozást nyújtott a Latabár Színház közönségének. S ha mindez még nem lett volna elég, egy partfis ügynök ügyletei adnak biztos tippet a gazdagság eléréséhez. A francia vígjátékot Gergely Robert utazó színháza mutatta be Sátoraljaújhelyben. Főszerepekben Szabó Máté és Oszter Alexandra léptek színpadra. Én nagyon-nagyon szeretem a vígjátékokat, és ha mondhatom, kimondottan szeretem az embereket felvidítani, szeretem látni, hogy egy kicsit elfelejthetik a napi gondokat. Nagyon jó kis próba folyamatunk volt, 2 hónap volt, igazából 2 éve mutattuk be, sőt most már lassan 3,
1 éves volt a kisfiam, úgy ahhoz képest nézem, és nagyon jó volt a Robival együtt dolgozni. Nagyon aprólékos, nagyon-nagyon körültekintő, tehát lépésről lépésre cizelláltan szétszedtünk minden egyes jelenetet, tehát véletlenül sem hagyott ki semmit, ami esetleg még az embernek úgy tűnt, hogy nyugodtan át lehet felette siklani. Ő nem, nagyon aprólékos. Mennyire határozza meg az előadás színvonalát, hangulatát az, hogy kik a színésztársak a színpadon, mennyire kell jó közösségnek lenni mondjuk magánéletben is, és a próbák folyamán ahhoz, hogy a közönség azt kapja, amit elvárjon, hogyan látja ezt? Az az igazság, hogy a kérdés jogos, hogy fontos-e a darab szempontjából, hogy a társaság jó legyen, illetve hogy egymással amúgy magánéletben jól kijöjjünk. De nem feltétel, hiszen ez egy szakma, tehát a történelemben sok olyan van, ez a mi társulatunkra most egyáltalán nem igaz, mert itt mindenki mindenkivel jóban van. És tényleg mondhatom, hogy barátok is vagyunk az életben is. De vannak olyan helyzetek, amikor két ember például kimondottan nem szereti egymást. Például az édesapámmal ez többször megtörtént színpadon, és tudom, hogy 10 évig kellett szerelmes párt játszania valakivel, akivel egymásra se bírtak nézni. De mivel ez egy szakma, ezért ugye el kell játszani. Tehát nem arról szól, hogy ha most mi az életben nem szimpatizálunk, akkor ez nem működik a színpadon, mert az akkor ez nem arról szól. És arra van-e lehetőség a darabon belül az előadás közben, hogy ebbe a vígjátékba egymás közt is belecsempészenek egy kis humort, egy kis ugratást? Ó, hát egy kis ugratás, vagy egy kis humor, egy plusz humor mindig belefér. Leginkább a fiúk szoktak ezzel élni. Forgács Gábor kollégám, illetve Szabó Máté kollégám szeretik meglepni az embert, és akkor kíváncsian várják, hogy hogy reagál. De azért ezek jók, mert egy kicsit olyan, mint egy ilyen... egy kis helyzetgyakorlat. Ezzel a darabbal is járják az országot. Mennyire nehéz egy utazó színháznak a tagjának lenni, amikor minden nap más-más városban vagy településen kell színpadra állni? Én nagyon szeretek vidéken játszani. Nagyon-nagyon szeretem a vidéki közönséget, mert sokkal nyitottabbak, hamarabb oldódnak fel. Ahogy közelítünk Pest felé, az emberek zárkózottabbak. Nagyon érdekes. Ezért nagyon-nagyon... kedvel megyek vidékre, noha az út hosszú, és az még hagyján, hogy idefele, de visszafele. És most van pont egy ilyen sorozat ezen a héten, hogy holnap megyek Gyöngyösre, aztán Tiszavasváriba, Mosonmagyaróvárra, majd Vácra, és ilyenkor bizony, déltől ugye elindulunk, utána beállás próba van, és éjjel pedig hajnalban leginkább haza. Az édesapja mennyire támogatta abba, hogy színésznő legyen, és mennyi segítséget, mennyi instrukciót kap tőle, mondjuk, ha készülnek egy-egy darabra? Az én édesapám igazából nem szokott beleszólni a készülés folyamatában. Volt sokszor, hogy együtt játszottunk, és nagyon jó, tehát kollégaként dolgozunk együtt, és a szakmám csúcsának ítéltem meg, amikor megkérdezte a véleményemet egy dologról. A Molnár Ferenc Ibolyát játszottuk, és ő volt a színigazgató, én az Ibolya. Ez volt az egyik ilyen eset. A másik eset az pedig Kecskeméti Katona József Színházban a Hello Dolly című musical, ahol ő volt Vander Gelder. Ott mondjuk nem volt sok közös jelenetünk, mint az Ibolyában, de nagyon jó volt vele dolgozni, és tényleg... Tehát ő nem mint apa viselkedik a színpadon, hanem mint egy másik színész kollega. A Gergely Teáter Színházban csupa olyan színész játszik, aki a játék öröméért, a színház szeretetéért vesz részt a produkcióban, és aki teljesen összekuszálja a szálakat, az a tetőtől talpig úriember alakot öltő Forgács Gábor. Rendkívül hálás szerepem van, ez egy buffó komikus. Végeredményben arról szól a dolog, hogy miközben megjátsza a komoly milliómost, ezen közben egy nagy kujon az öreg, és hát mindent elkövet, hogy szebbnél szebb nők, a birtokába kerüljenek. Na, szóval így finoman próbáltam kifejezni magamat, de gyakorlatilag elindul az úr, és a végén egy óriási nagy pofára esés lesz a dologból. Nem adhatok más, csak mi lényegem. Hát engem mindenki úgy ismer, hogy én mindig komikus voltam, mindig hülyeskedtem, mindig hülye figurákat csináltam. Ugye, tehát én nem is tudok másmilyen lenni. Én ha kijönnék egy komoly darabba a színpadra,
Hát akkor mindenki furcsán nézne, ha az ötödik percben nem kéne röhögni rajtam egy picit, tehát akkor nem értenék. Én nagyon-nagyon szeretem a vígjátékokat, és ha van valami, amit még jobban szeretek, az az emberi mosoly, az emberi nevetés, az emberi röhögés. Na most, hogyha én kijövök ide, és itt nevetnek, szórakoznak, az nekem a csoda. Természetesen kell a gázsi is, mert abból élek, de igazából amiért csinálom, az pontosan a mosoly, a nevetés. Vígjátékról lévén szó, mégis komolyan kell valamilyen szinten ezt előadni önöknek, ahhoz, hogy a közönség is jókat szórakozzon. De egy vígjátékot hogyan lehet komolyan venni a színpadon? Nagyon egyszerű. A vígjáték a közönség számára vígjáték. A színpadon mi minél komolyabban vesszük, minél inkább elhisszük, hogy mi egy drámát játszunk. Ez egy dráma, tehát itt emberi drámák zajlanak le, csak egy borzasztó faramuci helyzet, amitől a közönség számára mulatságossá válik. Tehát nekünk egyáltalán nem megerőltető, hogy nekünk ezt kvázi komolyan kell csinálni. Néha mi is elmosolyodunk, mert meg van rendezve, hogy úgy csináljuk, mintha. De végeredményben ez itt egy súlyos emberi drámák sorozata. Főszereplő férfiúnak és hölgynek, ez komoly dráma, ami itt zajlik, és nekem is, ugye? Hát én is el akarok érni valamit, a családom is el akar érni valamit, itt mindenki el akar jutni A-ból B-be, csak hát közben történnek bizonyos furcsa helyzetek, amitől a közönség számára ez rendkívül mulatságos. Ez a vígjáték is, ahogy nagyon sok darab Franciaországból indult-e. Mi lehet a francia vígjátékok titka? Hát, az igazság az, hogy nincs semmi titok. Ha van egy író, akinek van egy jó ötlete, és ezt megírja, de hát azért Amerikában Neil Simon is zseniális vígjátékokat írt, vagy itt Magyarországon is a Parti Nagy Lajostól kezdve csomó kiváló írót tudok mondani, akik nagyszerű magyar vígjátékokat írtak. Itt egyszerűen annyi történt, hogy ezt a francia vígjátékot két zseniális ember felkarolta, sajnos már egyik sincs köztünk, Nádas Gábor és Szenes Iván, írtak hozzá kiváló zenéket, nagyszerű szövegeket, tehát ettől vált ugye ez egy zenés vígjátékká, ami még egy kis plusz, és hát így került a magyar közönség elé. Nagyon-nagyon régen, hiszen valamikor ezt a két főszerepet Bodrogi Gyula és Vojt Ági játszott a József Attila Színházban, és hát miután a darab végeredményben semmit nem vesztett a történet mondani valójából, hiszen ez csak egy aranyos vígjátéki helyzet, de mégiscsak egy dráma, ezért ez bármikor, bárhol előadható. Mindössze ennyi a titka. Vojtěch Siroki festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás március 20-án 17 órától a Sátor Aljaújhelyi Zemplén galériában. Kedves nézőink, véget ért a mecénás, a Zemplén Televízió kulturális magazinműsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is számítok önökre. Viszontlátásra! Thank you.